November 17-én két saját nevelésű játékosával, Popov Patrikkal és Haris Attilával is profi szerződést kötött a Ferencvárosi Tornaklub. A két 17 esztendős játékos már egy ideje Tomasz Dohl csapatával készül, és meggyőző teljesítményüknek köszönhetően most már a keret teljes jogú tagjaiként kezdhetik meg profi labdarúgó pályafutásukat. Szavakban nem tudom leírni, milyen érzés, főleg úgy, hogy az egész pályafutásomat itt töltöttem a Ferencváros színeibe. Hát egy valóra vált álom számomra. Ezúttal is szeretném megköszönni a családomnak, összes edzőnek, akik itt a Ferencváros labdarúgásában dolgoznak, hiszen nagyszerű munkát végeznek. Nagyon sok szintet léptem föl, minden évben idősebbeknél játszottam, évről évre, és hát most a felnőtt csapat keretéhez tartozom, számítanak rám, és szeretnék bizonyítani. Mindenki Ferencváros szurkoló volt a családban, és hát nem volt kérdés, hogy hova fogok kerülni. Ide kerültem 5 éves koromba, és azóta csak itt játszom, és itt is szeretnék játszani. Mindent meg fogok tenni azért, hogy ott legyek a csapatban, és hogy a Ferencváros sikeréért küzdjek. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy az utánpótlás vezetőknek és az edzőknek és az eddig játékos társaimnak megköszönjem ezt a segítséget, ami ehhez hozzájárultak, és hogy igazából nélkülük nem sikerült volna ez. Valamióta a Liga kupában szereplünk, azóta tudtunk bizonyítani igazából a vezetőedzőnek is, és hát ezek szerint sikerült. Most is remeg a lábam igazából, hogy aláírtam ezt a szerződést, úgyhogy én nagyon örülök, tehát nem jön semmilyen szó igazából most, hogy milyen érzéseim vannak.